Bajához közel végez felméréseket munkatársaival együtt Unyi Miklós környezetmérnök, árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök. Feladatai közé tartozik a vizes élőhelyek rehabilitációjának és fejlesztésének előkészítése és megvalósítása. Többek között ezért ítélték oda neki a ProAqua díjat. Egyrészt a Magyar Hidrológiai Társaságban végzett társasági munka, lévén, hogy a vizes élőhely védelmi szakosztálynak 4 éve titkára vagyok, valamint a társasági rendezvényeken való rendszeres részvétel és előadás. A díjat 1976-ban alapították, megszüntetve ezzel a korábbi sokfajta emléklap adományozását. Az emlékérremmel azt tüntethető ki, aki a társaságban jelentős szakmai, társasági szervező munkát végzett. Ezt vehette át az Alsó Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa, Kesik József is. Meglepő volt, hogy megkaptam, de nagyon örültem neki, egy megtisztelés szerintem egy ilyen díjat átvenni, megkapni. Komoly árvízvédekezésekbe vettem részt, sikeresen Tiszán, Dunán, a saját szakaszmérnökségünkön egy belvízvédekezést irányítunk. Gondolom ez lehetett a díjnak a szakmai része. Átadták a dr. Safarzik Ferenc emlékérmeket is. A társaság ezzel a jogelődje alapítójának és elnökének állít emléket. Az elismeréssel a vízzel foglalkozó szakterületeken magas színvonalú tudományos, oktató és szakirodalmi munkát végző tagok tevékenységét ismerik el. Az emlékérmet dr. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának dékánja és az Eötvös József Főiskola korábbi rektora dr. Melit Zoltán vehette át. A díjakat dr. Szlávik Lajos, a társaság elnöke adta át az éves közgyűlésen május végén.